Az idei az első Vegy tisztán klikes tanév, az intézmény vezetőknek számos új feladattal kell megbirkózniuk. A köznevelési törvény változása kapcsán a pedagógus foglalkoztatás új munkarendjének megszervezése mellett a hit és erkölcs tan bevezetése is komoly feladatot jelent az iskolák igazgatóinak, mondta Marekné dr. Pintér Aranka. A Klebelsberg intézmény fenntartó központ igazgatója kiemelte, az EGRI konferencia elsődleges célja, hogy szakmai igazodási pontokat adjanak ehhez a munkához. A tanácskozás mellett a szekcióülések keretében olyan előadásokat is meghallgathattak, amelyek segítenek az igazgatóknak a vezetői szerep értelmezésében, abban, hogy szakmai vezetőként és a közösség részeként értékeket őrző és értékeket adó munka irányítói legyenek. Az intézmények gazdasági irányításának nehézségeivel viszont már a tankerületek vezetőinek kell megküzdeniük. Az egésznapos iskoláról szólva a Klik igazgatója hangsúlyozta, a köznevelési törvény változása azt a célt szolgálja, hogy azok a gyerekek, akik otthon nem biztos, hogy meleg, támogató légkörben lennének, élményszerű programokkal gazdagodjanak az iskolában. Ez nem a klasszikus napközi kiterjesztését jelenti, hiszen épp azt várják az igazgatóktól, hogy élményt nyújtó programokkal garantálják, hogy a diákok szeressenek iskolába járni és délután ott is maradni. Azok a tanulók, akiknek sportedzése van vagy zenei képzése járnak, a szülő kérésére felmentést kaphatnak a délutáni programok alól. Az elnök asszony a pedagógus béremelés kárvallottjaira irányuló újságírói kérdésre elmondta, az önkormányzati fenntartás időszaka alatt a státuszok csökkentésével és jelentős számú túlórával tudtak pedagógusokat megtartó béreket fizetni, az új rendszerben mérséklődnek a túlórából adódó bérek, ugyanakkor az érintett néhány ezer kolléga alapjuttatásai emelkednek. Arról, hogy az idei tanévben milyen munka vár az intézmény fenntartó központra, és hogy ebben a rendszerben milyen szerepet szánnak a gyakorló iskoláknak, az elnök asszonya következőképp nyilatkozott. Az út elején járunk, olyannyira elején, hogy ugye ez az első olyan tanév, ahol már a szakmai feladatok, a szakmai minőség irányába tudunk elmozdulni. Ennek sok összetevője van, leginkább a fél éves átvétel, a helyzet megismerése. Úgy is mondhatnám, amikor a nagy festés előtt kipakoljuk az épületet, most a kipakolás megtörtént, talán már a festegetés is a nyáron, sok helyütt valóban és képletesen, de az igazi munka első lépései azok az új tanév évben következnek be. A determinációk adottak, tehát megörökölt feladatokból megyünk tovább, de most jöhet az az építkezés időszak, ami az új törvény bevezetésével és az új munkaidő struktúra bevezetésével is lehetőséget ad a valóban gyermekközpontú minőségi változások megtételére. Most is jelentek meg infrastruktúrális fejlesztések, hiszen az olyan fajta megoldásokat, amelyeket megörököltünk, és életbaleset veszélyt jelentettek, azokat akutan felszámoltuk. A demográfiai változásokból Budapesten jellemzően, nagyvárosokban, a budapesti agglomerációban több első osztály indult, ott infrastruktúrális fejlesztések, bővítések történtek az önkormányzatokkal, működtető önkormányzatokkal közösen, és már a jövő évi tervezésben is jelöztük azt, hogy mely települések, mely iskoláinak a további bővítése, fejlesztése indokolt, és hát ne feledkezzünk meg a mindennapos testnevelés okozta infrastruktúrális fejlesztésekről. Azt gondolom, hogy a következő tervezési időszak egyik nagy lépése lesz az, hogy megfelelő infrastruktúra álljon az állami oktatás rendelkezésére. Addig az emberi erőforrásokra építünk. A gyakorló iskolák a Klik rendszerén kívül helyezkednek el, pontosabban azért, mert ugye a felsőoktatási intézmények finanszírozása alatt működnek. Ugye a nem állami fenntartású iskolák köre, amely a kormányhivatali ellenőrzés működési engedély kiadás alá esik, illetve az állami, de felsőoktatási intézmények nem tartoznak a Klebelsberghez. Én nagyon szeretném, hogyha élő szakmai együttműködések alakulnának ki, és főleg a kis településeken, de ez a nagyobbakra is kiterjesztik,
kifejezhető, az a közösségépítő szerepe megjelenne a tankerületeknek és az iskoláknak, amiről azt szoktuk mondani, ugye, hogy az iskola a helyi kultúra bölcsője, és a közösségépítésnek is a színtere. Ezt szeretnénk megerősíteni a Klebersberg új tanévében még inkább. A szakmai tanévnyitón köszöntőjében Ballagó Zoltán, az EGRI tankerület vezetője elmondta, szoros munkakapcsolatot alakítottak ki a városvezetéssel azért, hogy Eger iskolavárosi jellegét tovább tudják erősíteni. Szintén a minőségi oktatás a minőségi tanárképzés erősítését szolgálja, az Eszterházy Károly Főiskola és a Klebersberg Központ között nemrégiben kötetett együttműködési megállapodás is. Habis László polgármester hangsúlyozta, a legszebb hivatás a pedagógusoké, hiszen az igazi értékteremtést a köznevelésben dolgozók biztosítják. Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy Eger adhatott otthont ennek a regionális rendezvénynek, hiszen a felsőoktatási intézmény célja, hogy az érintett megyék intézményvezetőivel építő, párbeszédekre alapuló együttműködéseket tudjanak kialakítani.